Hallottatok már a csendről? Ha hallottatok, ne higgyétek el. Az imént pedig éppen butha képeket gyártottam magamról. Amikor csendről beszélünk, akkor a csendet nem tudjuk elmondani. Amikor pedig valaki máshoz kéne odafordulni, és helyett a telefonunkhoz fordulunk, akkor talán érezhető ebben a kontextusban, hogy mit követünk el esetleg magunk ellen, esetleg mások ellen, mit nem veszünk észre. A csendről beszélni pedig, hát... Van egy kedves basszusgitáros barátom, aki Saját állítása szerint a csendeket tudja a legjobban játszani. És a csendeket talán a legnehezebb is játszani. De csendből sokkal több van, mint zajból, és csendből sokkal több van, mint sötétségből is több van, mint fényből, és a nem tudomból is sokkal több van, mint a tudomból. Mégis megpróbáljuk a csendet feltölteni zajjal, mert az legalább ismerős, olyan, mintha valami lenne közben értelmetlen. Próbálunk valami helyet, valamit csinálni, mert a csend az, az olyan kényelmetlen, természetellenesen természetes. A nagy csendek lehetnek gyógyítóak, lehetnek borzasztó, pattanásig feszülőek és ezeket se higgyétek el egyébként, a saját tapasztalatotoknak higgyetek. Ti itt most eljöttetek valamiért, nagy részetek legalábbis eljött zentáborban, mert valamit hallott, valamit látott, talán Csongászonimot látta, hallotta, talán videón, talán már élőben, és valami megjelent, hogy ezt én is szeretném. Nagy lelkesedéssel el is jöttetek zentáborba, hogy na itt, akkor most megismerkedünk a zennel. Biztos volt mindenféle előregyártott prekoncepció, hogy mondjuk három napos zentábor után én akkor most hazamegyek és helyre teszem az asszonyt. Vagy három nap után én most már nem leszek suha ideges, amikor a kiszolgálónő úgy fog hozzám szólni, ahogy szokott. Nagyon remélem, hogy ezek az előre gyártott butha képek elképzelések, ezek minél jobban megrepedeztek, és esetleg el is oszlottak, el is párologtak a zen tábor során, és valamennyire nulláról tudjátok indítani azt, amit mondjuk már, mint illúziót felépítettetek, hogy ez a zen tábor, vagy a zen maga az ilyen, meg olyan. A zen az semmilyen. Nincs zen. Van barna padló, ti ott ültök, én itt ülök. Kell ennek nevet adni? Hát kell, mert valamiért ragaszkodunk a formához. A zen már azzal a paradoxonnal, azzal a parasztvakítással kezdi, hogy nem támaszkodik az írásokra és igazából a szavakra sem. Ugyanakkor ezeket mondja. Muszáj mondani valamit, mert valamiféle mankót kell. Észre kell, hogy vegyük azt, hogy el kell jutni odáig, hogy az üres, a forma valóban üresség, az üresség valóban forma, és nem azért, mert divatos szlogeneket, mert zenben is divatos szlogeneket lehet egy idő után mondani, ami mögött nincs tapasztalat. És ha valami értelme van az ennek, hogy a tapasztalatot elviszi addig az ellentmondásig, ahol már nincs appelláta. Itt már valamiféleképpen válaszolni kell. És direkt mondom azt, hogy nem, nem azt mondom, hogy reagálni, hanem válaszolni, felelni kell. Mert felelősek vagyunk. És a felelősség ez, hogy felelsz valamire nem reagálsz, nem egy belétett apró kis szoftver elugrik, és helyetted megválaszol egy kérdést, nem úgy, ahogy te szeretnéd, hanem úgy, ahogy valamikor, valamiért azt elfogadtad, hogy úgy van, hanem tudatosan válaszolsz. És ahhoz, hogy tudatosan válaszolni tudj, ahhoz ezeket a kis szoft és hardvereket minimum el kell, át kell nézni a használati utasításokat, hogy hogy vannak megírva, hogy írtad meg te, hogyan működnek, és amikor valamennyi rálátásod ezekre lesz, akkor legalább van esélyed, hogy beleírja a programba, kitöröld a program, használt, féreted, És ahhoz, hogy ezt a kis távolságot megtaláljuk, ezt a kis rálátást, ezt a kis teret megteremtsük, amiben meglássuk azt, hogy az érzelem, a gondolatok, akár a test és az igazi önvaló az nem egy és ugyanaz, mert hogyha rálátunk a saját érzelmeinkre, akkor kell legyen valami, ami rálát ezekre az érzelmekre. És ezt a valamit keressük folyamatosan, ülve, állva, fekve, Járás közben, ébren, álomban, testben, testen kívül, folyamatosan, megállás nélkül, mi ez? Mi ez, ami lát, hall, szagol, ízlel, tapint, mi ez, ami azt mondja, hogy ez? Ez lehet egy ilyen kis bölcsész kis fellengzésnek is venni, de amikor felnézünk az égre, és meglátjuk, hogy ott van, meg se tudjuk számolni a csillagokat annyi van, hogyha nincsenek lámpák, akkor pláne nem tudjuk megszámolni. Esetleg eljutunk ezerig, és akkor elkezdjük látni, Na, akkor hol is tartottam. De a csillagokon kívül meg ott van a csillagok között, az az űr. A általában nem beszél senki a csillagok közötti űrről, pedig hát abból is sokkal több van, mint a csillagokból. Hogy a csillagokból is rengeteg van. De az az űr, ami köztük van, az mint egy nem tudom. az, az abból van igazások. És ha belegondolunk abba, hogy egy pohár vízből meg tudjuk inni, átlátunk rajta, de, és mondjuk, hogy H2O, meg mondunk mindenfélét, de az, hogy igazából ez mi, tényleg mi, azt nem tudjuk. Illetve ha valaki tudja, akkor mondja meg, akkor én meg nem hiszem el. viszont van helyes funkciója. És ha rájövünk arra, hogy amit mind tudásnak gondoltunk, és nagy biztonság azt mondjuk, ó, tudom, 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 hát lehet, hogy azért mondjuk, hogy tudom, mert látunk már négy vagy öt posztot róla valahol, és akkor az aha, ezt tudom. Mit tudok? Nem tudok semmit és ezt az only don't ezt a nem tudom tudatot, ezt könnyű így filozófikusan eladni, de hogy tényleg érezni, hogy tényleg nem tudom, az egy hatalmas munka, hatalmas felelősség, és hatalmas szabadság egyszerre. És ahhoz az első lépés az az, hogy mondjuk rájössz, hogy valami körbe-körbe megy az életedbe. Valamikor tele van a plafon, a pillanat beszappanozott csecsemőinek a fejével, ami beleállt a plafonban, nem tudod megragadni ezt a pillanatot, mert a múlt egy kicsit biztonságosabb, a jövő aggodalma egy kicsit biztonságosabb, a jelen pedig csuk, kimegy a kezedből, és ott vannak a romok körülötted, és mikor már a harmadik állt bele a plafonba, vagy az ötödik, akkor elindulsz, hogy talán valamit rosszul csinálsz, és ez a pillanat talán másképp kéne fordulni a pillanathoz. És akkor eljössz zen táborba. És egyik pillanatban egy szabály tömkeleget zúdítanak a nyakadba, másik pillanatban egy paradoxon tömkeleget zúdítanak a nyakadba, a kettő néha felcserélhető, mert paradox a szabály is, és szabályos a paradox is. Kapkodod a fejed, és. Na ez a pont-pont-pont például, ez a hiátusz, ez ez, ez, egy, ez egy figyelempont volt. Állítólag van egy még bodhidharma előtti zen-sztori valahonnan az indiai kultúrkörből, nevekben nem vagyok jó, a király egy király, aki nagy, nagy bölcs volt mindenféle jogiktól kérdezte az életértelmet, és vitatkozott velük, de mindegyiket legyőzte valahogy verbálisan. De volt egy jogi, aki, aki, aki nagyon úgy tűnt, hogy ott van a szerencsés, és király elment hozzá a lóháton, hogy na, akkor most ezt is meggyőzi. És ahogy szállt le a lóról, éppen félig leszállt volna a lóról, amikor a jogi azt mondta neki, hogy állj! Király ment. Nem tudni, mennyi ideig volt úgy, de megvilágosodott. Tehát az elmének próbálják ezt parancsolni, hogy állj. És hogy már egy pillanatig megvolt, erre már nem reagáltok, mert annyi ilyen volt, hogy jó, persze, ebben a pillanatban most akkor nem volt gondolat, egyre jobban sokkolni kell benneteket és egyre magasabb az inger küszöbe általában az embereknek, önmaguk fele is, és kifele is. Mert hogy állandóan van valami, ami eltereli a figyelmet, valami a ah, egy szelfi, ah, ah, aztán nem vagyunk sehol, csak szelfizünk, képeket gyártunk, és szenvedünk, és szenvedtetünk. Na hát kérem szépen! Ez így nem mehet tovább. Szóval eljöttetek Zentáborba. Nem tudom, hogy az elvárásaitok van, akik a, a a térde talán kevésbé, szóval kevésbé számított arra, hogy a térde fájni fog. Van, aki jobban számított arra, hogy a lelket ündökölni fog. Van, aki azt gondolta, hogy itt tényleg megold valamit, és lehet, hogy van, aki meg is old. Tehát nem lehet tudni, hogy mi történt, de az, hogy erőfeszítést tettetek legalább, ez az 51 százalék megtörtént, hogy eljöttetek ide, ha bár még csak zentáborba, mert elvonuláson még ennyit sem illik beszélni, mint ahogy itt beszéltetek, sőt, már itt sem illik annyit beszélni, mint amit most beszéltetek, ezt ebédnél kifejtettem, hogy hát ha mobilozol, és jó pofizol, ami, ami oké, okay, csak akkor, akkor mit szeretnél? A mobilnak van funkciója, persze, hogyha mentőt kell hívni, vagy fel kell hívni valakit, az teljesen jó rá. De azt hiszem, hogy ha, zöld pulcsi van rajtam. Nem történt semmi, csak zajongtam egy kicsit, és zavartam a figyelmeteket. Én nagyon remélem, hogy a, a Zentábor tábor ö, többetekben megszólított egy olyanféle ö, befele forduló igényt, amivel segíthettek magatokon, mert más nem segíthet rajtatok. Többen is jöttek, ö, hogy mikor éppen elmaradt, azt hiszem, hogy felmentették az egyik kis csoportot a teázás ürügyén a ülő meditáció alól, és mondták, hogy jaj, de szerencsések vagyunk. Hát mondom, pont hogy nem. Belénk van ivódva egy ilyen, most nem tudom, hogy mennyi, szociokulturálisan, nemzetileg is-e, vagy csak családilag, hogy hogyha valami kötelesség támad, akkor lehetőleg találjunk valami kibúvót. És nem vesszük észre, hogy saját magunk alatt váljuk ezzel a fát. Tehát amikor amikor téged felmentenek egy meditációt gyakorlatal akkor akkor hát örülhetsz, ez, de minek örülsz, hogy elszalasztod az alkalmad a tisztulásra, a, a, tisztulás, a felébredésre? Ez olyan, mint mintha megtiltanák, hogy zuhanyolsz, mondjuk, és azt mondják, hogy de jó. Persze sok gyerek ennek körül. Tehát azt általában, és teljesen kényelmes például ott ülni a közönségben, és várni valamit, hogy valaki helyetted valamit, valami frankóság, valamit megold. És ez jó, ezzel semmi baj nincs, hogy Se nem jó, se nem rossz, hogy 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 élvezi az ember a, a befogadja, csak hogy egy idő után már valamit tenni is kellene. És ez, hogy, ez, hogy mindig azt várjuk, hogy valami majd történik, azzal, azzal teljesen ki elengedjük a felelősséget is, meg a szabadságot is a kezünkből egyszerre. És a zen az egy olyan műfaj, ahol te össze tudod rakni a saját magad, tehát a te kezedben van a, a, a módszer és az eszköz ahhoz, hogy felszabadíts magad. És ezt senki nem fogja helyetted ezt a munkát elvégezni. A Tom Sawyer jutott eszembe egyébként még egy utolsó gondolat, talán a bevezetőből, az, hogy egy kötelességet te felajánlásnak veszel, vagy kényszernek veszel. Ez nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy, hogy amikor földet talicskázol, akkor te érzed, hogy ebből valamikor krumpli lesz, és azt a krumplit jó ízűen valaki meg fogja enni, és ezt éppen ezért örömmel teszed és felajánlod, mint saját energiádat, mert az életünk tulajdonképpen idő plusz energia és ezzel elkezdhetünk, amit akarunk, de ha az égőházban játszadozunk, akkor csak bennégünk egy idő után. Visszatérve, hogy felajánlás vagy kényszer, és hogyha te felajánlod azt, hogy igen, meghozom ezt az áldozatot, de az nem is áldozat tulajdonképpen, önként meghozom, akkor egyszerűen más lesz. Akkor te döntöd el, hogy hogy érzed magad. Ez a bottom line. Hogy kívül történhet bármi, az, hogy kívül, hogy dolgok, történnek a dolgok, azt te nem döntheted el sokszor. De azt, hogy te belül ahhoz, hogy viszonyulsz, azt igenis eldöntheted. És a Tom Sawyer-t említettem az imént, amikor Polly néni megkéri Tom sawyer illetve ráparancsol, hogy a nagyon hosszú kerítést meszelje le, és ez büntetésnek szánja, Tom Sawyer viszont felismeri a helyzetet, helyes helyzetfelismerés, helyzetszituáció, mikor jönnek a, a haverjai arra fele, akkor fütyörészve részve a kerítést, mint ez hatalmas nagy öröm lenne neki, és a haverok elkezdik elirigyelni tőle ezt a dolgot és Polly néni egy fél nap múlva, amikor kinéz az, az ablakon, gondolván, hogy Tom még mindig ott kínlódik a kerítésnek az alsó harmadával, hát háromszor átmeszelve ott virít a kerítés, Tom Sawyernek pedig egy csomó uh, ajándéka van, mert hogy ő pénzért, sőt, ajándék tárgyakért árulta ezt a dolgot, és tulajdonképpen meg is gazdagodott ebből, így definiáljuk azt, hogy az a munka, amiért neked fizetnek, és az a szórakozás, amiért te fizetsz. Tehát így lehet definiálni, és ebből a sok ajándékból egyébként Tom később megvesz egy csomó biblia cédulát, amivel az bizonyítja, hogy ő elolvasta, sőt megtanulta a bibliát, és ezért ki is tüntetik a városba azt, hogy később, amikor na, mondj valami szépet a Bibliából, akkor egy szót sem tud mondani, és ez is tanulságos egyébként, hogy hiába veszük meg százezer euróért a koan válaszokat valakitől, <laughs> például, nem mintha én árulnám, de százezer euróért. <laughs> Beszélhetünk róla. <laughs> szóval, hogy hiába, hiába méred magad valamivel a, ami, amivel a külvilág úgy hogy talán lehet mérni, az igazi, az igazi helyzetben úgyis az fog történni, ami fog történni. És az, hogy egy krízis helyzetben, egy éles helyzetben hogyan reagálsz, és mikor egy két szóval, hogy elveszed a pénzed a tőzsdén az összes, hogy abban a pillanatban akkor hiába gondolsz bármilyen Petőfi Sándorra, vagy bárkire, aki hirtelen segíteni, abban a pillanatban az fog dönteni, hogy te a gyakorlatodat, tehát te, mint, mint, azonosulás, mint vélemény, tudod-e kapni magad annyira, hogy ezek eltűnjek. Tehát ne azonosulj, ne véleményez, hanem csak átmenjen rajtad az, az információ. Tehát tudsz-e valamit kezdeni azzal, hogy te és az információ nincsenek törvényszerű kapcsolatban. Tehát el tudod dönteni, hogy hogyan hat rád az a külső információ. Kívánom mindenkinek, hogy ezt a tiszta, térszerű, tükörszerű tudatot érje el, és amikor elérte, akkor segítsen minden érző lénynek elérni ezt, mert ennélkül mindannyiunkat megesz hamarosan a fene. <coughs>